Köszöntöm Önöket! Az Ökopakot a Hegyvidék TV környezetvédelmi magazinját látják. A Föld napja, számos zöld program a hegyvidéken. Mindent a szemnek, fajmegőrzési program a budai hegyekben. Virít a pilis, fejlesztések a parkerdő területén. Zöld építészet, fenntartható válaszok a klímaváltozásra. Ökolabirintus, erdőismereti bemutató és madárodú felfedező séta. Ilyen és ehhez hasonló különleges programokkal várták az érdeklődőket a Zöld Iroda munkatársai az Anna Réten, ahol a környezetvédelmének fontosságára hívták fel a figyelmet a Föld napján. Milyen gomba ez, amelyiknek ilyen tüskéi van? Segíthettek ti is. A sünnek. Hát ez a sünggomba, úgy hívják. Akár a kevésbé ismert hazai gombafajokat is megismerhették azok, akik kilátogattak vasárnap a normafához. Az Anna Réten rengeteg program várta a családokat a Föld napján. Egyszer volt, hol nem volt? A hetet hét országon is túl. A meseősvényen nem csak különleges történeteket hallhattak a gyerekek, de a mesékhez tartozó erdei állomásokat is bejárhatták. Az ennyi mamut fenyőnek a toboza, annak a bizonyos óriásnak, míg ő pedig csak egy erdélyfenyő méretével megegyező. Az érdeklődők izgalmas fotók és préselt növényminták segítségével a világ erdeit is megismerhették a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány standjánál. Az alapítvány munkatársai szinte az egész bolygót bejárták, így óriási gyűjteményt hoztak létre. Amerikából, Kínából mindenfelől hazahoztuk a ott lévő növényanyagainkat, és így lett egy olyan 250 ezer saját herbárium. Ezek a minták, amik itt vannak, részben abból a herbáriumból a érdekesebb darabok. Itt pedig a méhészek munkáját mutatták be, például azt, hogy milyen eszközökkel dolgoznak a szakemberek. Minket is meglepett az az érdeklődés, amit mutattak itt a családok, hiszen amikor arról beszéltünk, hogy itt a normafán is lehet nagyon finom értékeket kinyelni a természetből, itt a normafa mézire gondolok, akkor mindenki fölkapta a fejét, illetve rögtön odajöttek, hogy ők is hagykóstolják meg. Ez egy jó érzés, mert ez egy visszajelzés arra vonatkozzon, hogy érdemes itt olyan tevékenységeket is folytatni, ami értékálló. A különleges programok rengeteg embert csalogattak ki az Anna Rétre. Amit kipróbáltunk, a labirintus, ami egy szenzációs ötlet, de gyakorlatilag minden sátrat végignézünk, most egy picit pihenünk a játszótéren. A Föld napján szervezett eseménnyel a természet sokszínűségére és a környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Ugye a Föld napja itt nálunk a hegyvidéken valóban mondhatnám egy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, mint számos más környezetvédelmi program. Ugye itt az elmúlt 2 évben létrejött a Zöld Iroda, ami mutatja az önkormányzat elkötelezettségét a környezetvédelem területe és a környezetvédelem témája iránt. Ez a Zöld Iroda azt jelenti, hogy most már nem csak egy-egy ügyintéző, hanem gyakorlatilag mi erre egy szervezeti egységet is építettünk. Éppen ezért sokkal gazdagabb, szakmailag sokkal mélyebb programokat tudunk létrehozni, és mindamellett, hogy egy-egy ilyen komoly programot meg tudunk alkotni, hála Istennek egy program terv alapján, egy egész éves, kvázi nevezhetném azt, hogy egy összefüggő program folyamot tudunk menedzselni. Ez itt az első ilyen komolyabb, az Anna Réten komolyabb programunk. A Hegyvidéki Zöld Iroda szervezésében több hasonló programot is rendeznek a közeljövőben. Május 6-án lesz a következő, ez a Madarak és Fák napja. Itt a Jókai kertben fogunk kitelepülni, a Dunai Nemzeti Park lesz a fő rendező ennek a társaságában. Ez is már évek óta megy ez a rendezvény, itt a szabadtéren leszünk a gyerekekkel. Utána május 12-én lesz a következő muskátliasztás a kerület több helyszínén, így pedig ingyenesen lehet virágokhoz jutni, de szépen sorba egészen nyár folyamán végig rendezvényekkel leszünk. A Föld napját 1990 óta ünneplik Magyarországon. A Pilisi Parkerdő ZRT munkájában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az örök erdőgazdálkodás, valamint a fajmegőrzési programok. Az erdővezetőségének elsődleges célja a helyszín tájképi jellegének megőrzése. Kankalinfélék, hóvirág vagy odvas keltike,
csak néhány olyan virágfajta, amelyek az elmúlt hónapokban örvendeztettek meg bennünket, és egyébként ezek a védett növények közé tartoznak a Pilisi parkerdő területén. Mészáros Péter kommunikációs előadó a közelmúltban készített interjúban azt mondta, hogy a biológiai sokféleség megőrzése, a faj megőrző munka a fenntartható erdőgazdálkodási tevékenység szerves része. A Pilisi parkerdő ZRT erdőgazdálkodási munkájában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok a szakmai módszerek, amelyek támogatják ezeket a célkitűzéseket. Az örök erdőgazdálkodás mellett a parkerdő sokat áldoz a fajmegőrzési programokra is, amelyek egyik szakmai együttműködő partnere az Eötvös Loránd Tudományegyetem fűvészkertje. Látjuk, körülöttünk gyönyörű virágszőnyeg terül el. Ezek ugye a tavaszi aspektusnak a növényei, vagyis azok a virágokat, azokkal a színpompás virágokkal találkozunk, amik még lombfakadás előtt bújnak elő, és élvezik a napfényt, és így tudnak ugye szaporodni. Ahogy így körbenézünk, ugye látunk rengeteg lila, sárga, akár fehér virágot is. Itt most jelenleg odvaskeltikék vannak a környékünkön, illetve jellemző még salátaboglárka, petyegetett tüdőfű. Bár ezek a növények nem védettek, azonban tudnunk kell, hogy főleg itt a 12. kerület környékén nagyon sok természetvédelmi terület is van, ahol mindenféle növénynek a leszedése, eltávolítása, de természetesen letaposása is szigorúan tilos, hiszen a természetvédelme, én azt gondolom, mindannyiunk érdeke, erdészeké, illetve a lakosságé is. Magyarország aláírta a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló nemzetközi egyezményt, amely szerint 2020-ig vállalja azt, hogy a földveszélyeztetett növényfajainak 75%-át gyűjteményes kertekbe telepítve is gondozzák. Budapest belvárosából 42 védett növényfajt telepítettek ki a Pilisi parkerdőbe az ELTE fűvészkert munkatársai az elmúlt közös megállapodás értelmében. Jelenleg a magasabban fekvő területeken, ahol még hűvösebb van, találkozhatunk még a hóvirággal, a tél végének első hírnökével, bár ugye most azt is tapasztaltuk, hogy egy ideig hó alatti virágról beszélgetünk, hiszen lehullott egy viszonylag nagyobb mennyiségű hótömeg. A hóvirágnak az eszmei értéke mintegy 10 000 forint. Ennek az az oka, illetve a védelemnek az az oka, hogy korábban nagyon sokan szinte ipari mennyiségben szedték le a hóvirágot és árulták, sőt tudunk olyanról, amikor külföldre exportálták ezeket a növényeket, hagymástól mindenestül, ami természetesen a növény telepnek a kipusztulását is okozta, nem véletlen tehát a védelem. A természetvédelmi területen tilos a növények és az állatok, azok élőhelyeinek veszélyeztetése, elpusztítása, a védett növényeknek, állatoknak már a gyűjtése is bírságot von maga után. A természetvédelmi terület határát a térképek jelölik, a terepen tábla jelzi. Aki az erdőbe kirándul, nyilván ezt megteheti egyénileg, illetve megteheti ugye csoportban is. A Pilisi parkerdőben éve szinte mintegy 25 millió látogatói alkalmat regisztrálunk, ez egy hatalmas nagy szám, azt hiszem, hogy joggal mondhatjuk el, hogy az ország leglátogatottabb erdeiről beszélünk. Azt tapasztaljuk, hogy többnyire azért a turista utakat választják ugye az emberek, és azon sétálnak, ami én azt gondolom, hogy egy helyes irány. Aki viszont letér az erdőben az ösvényről, egyrészt mindenképpen rendelkezzen térképpel, nehogy eltévedjen, másrésztről pedig figyeljen a kihelyezett tábrákra, hiszen vannak olyan fokozottan védett területek, ahol szigorúan tilos letérni az ösvényről, hiszen olyan védett növények élhetnek ott, amiben akár még a taposásunkkal is elég jelentős kárt okozhatunk. A parkerdő elsődleges célja a helyszín tájképi jellegének megőrzése, a helyi biológiai sokféleség és az őshonos fajok számára nyújtott élőhely biztosítása. A tavaszi virágokat nem érdemes letépni, mert nagyon rövid idő alatt, legtöbbször már az erdő szélére élve elhervadnak. Annál pedig nincs is szomorúbb látvány, amikor hervadt virágok eldobott csokrai szegélyezik az erdő széli sétautak és az erdei parkolók környékét. Tovább barangolunk az erdőkben, hiszen folytatódik a Pilisi parkerdő és a Budakeszi Vadaspark fejlesztése. A parkerdő területén 1000 pad és asztal garnitúra, 32 esőbeálló, közel 100 tűzrakó és pihenőhely újul meg. A Vadaspark területén a tervek szerint hamarosan nem csak egy különleges madárröptét, de egy Magyarországon egyedülálló lombkoronatanöstvényt is kiépítenek a Vadaspark területén.
Csicsergő madarak, zöldelőfák és rengeteg virág. A pilisi parkerdőben már javában megérkezett a tavasz. A jó időnek és a megújuló természetnek köszönhetően egyre többen indulnak kirándulni. Az évente 25 millió látogatót fogadó pilisi parkerdő teljes turisztikai infrastruktúrája megújul ebben az évben. A társaság közel fél évszázaddal ezelőtti alapítása óta nem látott méretű fejlesztéseket hajtottak végre a Magyar Természeti Járószövetséggel közösen, amelyeket 2018 és 2020 folyamán valósítanak meg. 1969-ben, amikor a pilisi parkerdőt megalapították, akkor az alapító dokumentumban benne szerepelt, hogy a pilisi parkerdőnek kiemelten kell kezelni az erdő közjóléti szerepét. Most, hogyha kicsit utána számolunk, akkor ebből kijön, hogy jövőre lesz a pilisi parkerdő 50 éves, és ezen alkalomból két pályázatból mintegy 1 milliárd forintot fogunk fordítani az erdei közjóléti hálózatunknak a fejlesztésére. Itt a pilisi parkerdő területén mintegy 1000 kilométernyi úthálózat, erdei úthálózat található. Itt az úthálózat mentén rengeteg olyan közjóléti berendezés, például padok, asztalok, illetve esőbeállók vannak, melyek itt az elkövetkezendő két évben, tehát 2018-tól 2020-ig kompletten megújításra kerülnek. Összesen 1000 pad és asztalgarnitúra, 32 esőbeálló, közel 100 tűzrakó és pihenőhely újul meg. Mindezek mellett a kerékpáros és gyalogos utak találkozási pontjaira is mintegy 30 helyszínen kerékpárosokat kiszolgáló infrastruktúra létesül. Ezen kívül 3 kilátó is épülni fog a pilisi parkerdőben, Gerecsében is, illetve a gödöllői dombságban is. Azonban jó hír itt a Budapest környékének, hogy ők sem maradnak ki a fejlesztésekből. A hűvösvölgyi nagyréten például nagyon nagy szabású fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani. Ennek keretében futópálya fog épülni, már most is rengetegen látogatják, ugye sportolási célra a parkerdőt éves szinten mint egy 1,5 millió alkalommal. Emellett pedig itt az utcai, ez a street workout kondi parkok mintájára egy erdei kondi parkot is szeretnénk ott létesíteni, természetesen tájba illően. Emellett gondolunk még ugye a gyermekekre is, játszótér fog épülni, szintén olyan tematikus, erdei tematikájú játszótér, ami kicsit ugye a gyermekeknek a nevelését, környezeti nevelését is szolgálja, valamint itt a kicsit idősebb fiatalokra is gondoltunk, kőzettani bemutató tanösvény is létesülni fog a hűvösvölgyi nagyréten. A pilisi parkerdőnek nagyon fontos a gyerekek ismeretének bővítése, ezért szakképzett erdő- és zoopedagógusok vezetésével 2016-ban létrejött a Budakeszi Vadaspark Erdészeti Erdei Iskola, ahol a szabadban a gyermekek élményszerűen találkozhatnak a környezetükkel. Így a program remekül kiegészíti az iskolai ismeretanyagot. 3 erdei erdészeti erdei iskolát üzemeltetünk, azért hívjuk őket erdészetinek, mert erdész szakvezetők is dolgoznak ezeken a helyeken. Többek között ez ugye a visegrádi Magyaróhegyen történik a Madas László Erdészeti Erdei Iskolában. Ugyanakkor működik egy erdei iskolánk a Hármas Határhegyen, az Erdő Ajándéka program keretében, valamint ennek része a Budakeszi Vadasparkunk is, ahol amellett, hogy az őshonos, Európában őshonos erdei állatokat, erdőben élő vadállatokat mutatjuk be, környezeti nevelés is zajlik, például akár a Budakeszi Vadaspark óvodai helyszínekre is kiszáll, és ott a gyerekeket különböző játékos programokkal tanítja, ahogy hogyan viselkedjünk a környezetünkben. Budakeszi Vadasparkunk is része lesz ennek a több mint ezek a körülbelül 1 milliárd forintos fejlesztésnek. Új madáröbdék fognak ott épülni, tehát mindenképpen bővíteni szeretnénk a Budakeszi Vadasparknak a szolgáltatásait. A fejlesztések több népszerű és emblematikus, de már a leromlott állapotba került kiránduló helyet is érintenek majd. Hogyha itt a közvetlen környezetünket tekintjük, hogy itt a Nagyhárshegyen vagyunk, és innen tőlünk nem messze fut a Hármas Határhegyi Örökerdő tanösvény is. Ezeknek a tanösvényeknek nyilván ugye folyamatos, ezek a tanösvények nyilván folyamatos karbantartást igényelnek, és sajnos nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy nem mindenki kikapcsolódási céllal érkezik a pilisi parkerdőbe, előfordulnak longálások, ezek nagyon nagy terhet jelentenek a pilisi parkerdő számára. Mi abban reménykedünk, hogy itt az elkövetkezendő időszakban, tehát a pályázatból felújított közjóléti berendezésekben már talán nem lesz annyi kár, és mindenki jobban értékeli egyrészt az erdészek munkáját, másrészt pedig azt a természetes közeget, amiben kirándulni szeretne.
A legtöbb fejlesztést várhatóan jövő évben a Pilisi Park erdő fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából vehetik majd birtokba az erdőjárók. Az építészet is egyre fontosabb szerepet játszik a klímaváltozás hatásainak csökkentésében. A szakemberek szerint egy úgynevezett okos otthon vagy autonóm ház építése rövid idő alatt megtérül és segíti bolygónk energiakészleteinek fenntartását. Ezeket is megtudhatták azok, akik a Klímabarát Esték legutóbbi előadásán meghallgatták Ercsei Attila építészmérnököt a Barabás villában. Hogyan lakjunk, milyen családi házakat építsünk a jövőben, amelyek az energiaválság kihívásaira is megfelelő választ adnak. Ezt is megtudhatták azok, akik a Klímabarát Esték legutóbbi előadásán meghallgatták Ercsei Attila építészmérnököt. A fenntartható építészeti megoldásokról tartott előadás keretében meglepő információkkal gazdagodtak az érdeklődők, például azzal, hogy egy környezetbarát otthon építése nem költségesebb, mint egy átlagos ház építése. A szakértő ezért is támogatja azt a törekvést, hogy a közeljövőben több autonóm ház és okos otthon készüljön, amelyekkel még inkább óvhatjuk a környezetünket. Lehet környezetbarát otthonról beszélni, hogyha a mobiltelefonunkon meg tudjuk nézni, hogy hány fok van a hálószobában, de ezzel együtt jár az is, hogy egy hacker is benézhet, hogy mit csinálunk éppen a hálószobában. Mindenki tudja, és kismértékben talán tapasztalta is, hogy elég egy nagyobb napkitörés, és a elektronikai rendszerek összeomolnak átmenetileg. Ha ebből egy kicsit nagyobb jön a szokásosnál, akkor az egész rendszer bankszámlástól, internetestől, mindenestől eltűnik. Most erre van válasz, tehát én bemutatok egy olyan házat, ami minden funkcióját tudja elektromos áram nélkül. Ercsei Attila széleskörű összefogást sürget az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése érdekében is. Én teljesen reálisnak tekintem azt a prognózist, amit a Római Klub megbízásából a Meadows-féle tanulmány készített el még a 70-es évek elején. Aztán ezt pár éve frissítették, a jóslatot összevetették a realitással, a mért adatokkal, és ezek szerint 2030 körül egy globális összeomlás várható. Ezzel szorosan összefügg a mi saját életmódunk. Egyrészt nem csak az életmódunk, aminek ez a következménye, hanem, és ezen változtatni kell, hanem föl kell készülnünk ennek a katasztrófának az elviselésére, mert ezt én szerintem már nem lehet megállítani, legfeljebb túlélni, és utána valami mást fölépíteni. A több mint 10 év múlva bekövetkező kataklizma hatásait csak csökkenteni tudja egy önkormányzat, de ebben a folyamatban jelentős szerepe van a Klímabarát Települések Szövetsége és a Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Irodája által szervezett rendezvénysorozatnak is. A Klímabarát Estéken neves szakértők, kutatók elemzik a klímaváltozás, a környezeti fenntarthatóság kérdéseit. A Klímabarát Estek azok olyan speciális találkozópontok, ahol nem kifejezetten környezetvédelmi témákkal és környezetvédelmi szakemberekkel beszélgetünk, hanem az élet minden egyes területéről próbáljuk megszólítani azokat a szakembereket, akiknek azt gondoljuk, hogy van olyan tartalmas mondani valója a hegyvidék és a környéken élő budai polgárok számára, amely közelebb hozza a klímavédelmet, a fenntarthatóságot, hogy az nem egyfajta ilyen környezeti hobbi, vagy szoktam mondani, ilyen úri huncutság, hogy aki megteheti, az foglalkozik vele, hanem mindenki foglalkozzon vele, mert az élet szinte minden egyes területe olyan, amivel foglalkozni kell. A Klímabarát Esték előadás sorozat ősszel folytatódik a Barabás villában. A Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Irodája addig fenntarthatósági és autómentes napi rendezvényekkel, valamint földnapi programokkal várja a hegyvidéki lakókat. Önök az Ökopakkot látták. Műsorunkat a Hegyvidék TV weboldalán is visszanézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!